utca, hogy ezek emiatt a két telep miatt nem tudják a végleges tervet elkészíteni, és nem tudják aszfalt burkolattal leválni. Ha nézték az interneten a sajtótájékoztató mellé csatolt fotók, akkor abban láthatták, hogy az eső van, akkor a sártenger van, és a sár az nem csak azt a részt, amit már ellátott ilyen urvás felülettel, borítja be, hanem azt a részt is úgy fellazítja, hogy onnan ide fölhordva az egész utca csak egy sártenger. És azt kell mondjam, hogy ha itt magam mögé nézek, akkor látszik, hogy itt a kerítés elemeket már korábban be is fejezték. Azért tehették meg, mert a város megállapodott a tulajdonosokkal egy összegben, ez itt van nálunk a dokumentációban, valakit ez érdekel, nem akarok erre pont kitérni, akkor azt ő kifizeti, a kerítés beljebb kerül, és onnantól kezdve, ahogy is említettem már az előbb is, elindulhatnak a munkálatok. De egy ponton az egyik fél, tudomásom szerint itt az idős hölgy azt mondta, hogy meggondolta magát, a város pedig így volt vele, hogy akkor ő már ezzel nem kíván tovább küzdködni, és a jegyző ezt az egész állapotot azzal oldotta fel, hogy volt egy levele, hogy nem kívánnak ezzel egyelőre foglalkozni, és viszont panaszkodnak az itt élő itt lakók, mert a városnak több olyan pontja van, ahol nagyon komoly fejlesztések zajlottak le, sőt mi azt mondjuk sokszor, hogy ma is fordítanak olyan fejlesztésekre pénzt, amely nem biztos, hogy indokolt, prioritás szempontjából. Amíg ilyen utcák vannak, nem vagyok biztos abban, hogy nekünk egy másik színházra van szükség, egy autonómus színházra. Nem vagyok abban biztos, hogy egy jégcsarnokra megint csak szükség van, amire komoly pénzösszegeket kell a város fordítson. De nem szeretnék demagóg lenni, de azt gondolom, hogy azért az mégiscsak tűrhetetlen, hogy az itt élők, ebbe az utcában van tolókot és kerekes székes, aki nem tud kimenni csak úgy, hogy a ketten kísérjük. Én azt reméltem, hogy ő is el fog jönni, legalábbis azt ígérte, hogy itt lesz és megnézhetik, amikor ő dolgozik azért, hogy egyszer végre saját maga tudjon közlekedni ezen az utcán. Na most mi arra készültünk, hogy ez egy rendhagyó sajtótájékoztató kétlet megkérdette. Arra készültünk, hogy meghívva a lakosokat az utca lakóit. Elhívtam az új magyar gárda kapitányát, hogy segítsenek be bajtársaink abba, hogy ezen az úton valami kis feljavító tevékenységet tudjunk elvégezni. Látják biztos, hogy az aknafedelek körüli beton azok nagyon kiállnak, ezek veszélyesek, főleg esőbe csúszósak, sárosok, botlás veszélyes. Ezek köré földet fogunk tölteni, illetve még néhány egy felajánlásból virágokat is ki tudunk osztani, illetve ki tudunk majd ültetni. És lent, ahol majd az utca végén fogják látni a lejtő alján, ahol aztán a víz összegyűl, korábban is sártenger volt, talán most a nap azért annyira nem tüntette azt a szívta föl, hogy esetleg ebből ne lehetne valamit látni. Azt megpróbáljuk egy részét föltölteni ezzel a földdel, amit idehoztunk, hogy körülbelül egy 10 mázsa föld az, amivel itt most rásegítünk. Én azt szeretném, ettől függetlenül, hogy nyilván én is átöltöttem és dolgozom most itt lapáttal, fricskát szeretnénk mi a város vezetőinek szánni ezzel az üzenettel. Megemlítem azt is, hogy persze furcsa lehet, mert ma a gátakon dolgoznak sokan, ahol életveszélyt elhárító tevékenységek folynak, de hadd mondjam, hogy a bajtársaink ott is helytállnak, de a problémák itt is megvannak, és ezekkel is foglalkozni kívánunk is kell. Ráirányítani akarjuk a figyelmet. A másik része a dolognak, meghirdettük azt is, hogy a Basahalom utca lesz a következő állomás, egy nagyon áldatlan állapotú út az is. Tegnap kimentem szétnézni, és meglepetésemre azt láttam, hogy egy markoló, egy teherautó és egy úthenger dolgozik az utcába. Út alapot raknak le egy 20 centis mélységbe, majd ez kap egy fixáló réteget, és később majd ez kapja meg az aszfalt utat. Egy 100 méteres szakasznak az elmaradása lesz talán, de miután megtudtam, hogy kihez tartozik ennek az elbírálása vagy engedélykérése ahhoz, hogy az a 100 méter is befejezésre kerüljön, én fölhívtam a titkárságát, alpolgármester úrnak, Hajna úrról van szó, és a titkárság visszaszólt, hogy a mai napon kimennek és megnézik, hogy ez a 100 méteres szakasz befejezhető, nem fejezhető. Én nagyon remélem, jelezve ezt az egyéni képviselőnek is, Szabó Gyula úrnak, jelezve ennek észrevételnek, remélem, hogy úgy döntenek, hogy ott a víz, minek van egy átemelő. Itt már ki is lehetne venni egy pár zsákot, a folyékot, talicskát, virágot, tegyük ide oda le. Figyeljetek, addig már segítsetek már, hogy néhány virágot, itt lakók is, segítsetek már. Igen, leteszünk ide oldalra virágot. Nyilván erre a múlvás talajra nem akarok földet szólni, hogy nehogy aztán ezért megbüntessenek. Ide oldalra csak, hogy a talicskát ki tudjuk venni. A talicskába bele kéne tölteni az első
föld mennyiséget, és ezt a prekiadni az utcának. Itt tetszenek akkor lakni? Ez már háromszor, vagy kétszer kisjátították. A lakóparkosok kérték a segítséget, biztosan kérték, mert én nem tudtam róla. Most melyik ide figyel? Évekkel ezelőtt ezt a területet ki akarta sajátítani, 3 métert kisajátított, ezt kifizette, és akkor, amikor megkértem a kerítés áthelyezés engedélyt, akkor a műszakosztály elutasította azzal, hogy itt 5 méter kellett volna ahhoz kisajátítani, hogy a 10 méteres kerítés, illetve az útszélesség meglegyen. Viszont ennyit nem lehet kisajátítani az épület elhelyezése, közművek, egyebek miatt. Tehát csak 3 métert. Na most ugye kellett volna egy közgyűlési határozat, ami módosítja ugye ezt a kisajátítást, de ez elmaradt. Tehát ön nem, semmiképpen nem akadályozná egyébként, tehát ön ezt leadná? Hát ezt leadnám, hát többet nem tudok leadni, mert ugye akkor oda menne az épület alá közben minden, amit nem lehet megtenni. Tehát nem rajtam múlik, kizárólag az önkormányzata mondja, ha kapok egy határozatot, hogy helyezzem át a kerítést, én 3 méter szélesség, hát én látja, igen, hogy én meg is próbáltam akkor, amikor itt hát a közműveket áthelyeztettem. Kizárólag az önkormányzata múlik az, hogy ha hoz egy olyan határozatot, hogy adjam le a területet, én is meg ott tovább, és akkor nevezem. Ennyi, de csak a 3 métert, mert többet leadni nem lehet. Ugye? Most nem az a lényeg, hogy valamire fölhívjuk a figyelmet, ez nem tetszik értek, akkor bajba vagyunk. Nem az lenne a lényeg, hogy a városnak a figyelmet irányítani. Ha nem oldanak meg egy problémát, akkor keresik az emberek a megoldást.